különböző elődintézményei működését követően 1990-ben nyerte ezt a végleges formáját a cég. Azóta az ország egyik legjelentősebb távközlési vállalatává nőtte ki magát a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő TAR Kft. A családi cégnek indult vállalat első munkatársi gárdájából ma is 12-en a cég alkalmazásába állnak. Mintha egy nagy család lenne, és ez a 30 év, ez arról szólt, hogy egy nagy család, akik együtt dolgoznak, egymásért dolgoznak, az emberekért, az ügyfelekért dolgoznak. Régen koaxot húztunk földbefektetve simán, most pedig minden védőcsőbe, optikai kábellel, a berendezések régen egy kis szekrénybe elfértek a fejállomási egységek, most már egy külön klimatizált 150 négyzetméteres épületbe, vagy helyiségbe fér be ez a komoly berendezés. Az elmúlt 30 év alatt a technika folyamatosan modernizálódott, és a szolgáltatások is nagy mértékben bővültek, mondta Tar János ügyvezető. Számokban több mint 120 ezer tévés ügyfelet, 100 ezer internetes ügyfelet, 50 ezer telefonos ügyfelet, több mint 5 ezer mobilos ügyfelet szolgálunk már ki, illetve rengeteg közületi ügyfelet, köztük a magyar államot is kiszolgáljuk különböző üzleti végpontokkal. A következő esztendőben a tervek szerint a fejlesztések tovább folytatódnak. A jövő már elkezdődött, mondta Tar János. A jelenlegi 4000 kilométernyi optikai hálózatot a következő két évben további 650 kilométerrel bővíti majd a cég, ami a ma már több mint 150 ezer előfizetői szám jelentős bővülését és az ellátás minőségének javulását eredményezheti.